Zenta önkormányzatának 4 kisebb település is része. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői számára pedig ezen kis közösségek támogatása is kiemelt fontosságú. A Vajdasági Magyar Szövetség számára nagyon fontosak a településeik, tehát ugye az önkormányzathoz tartozik 4 falu, ezekkel a falukkal is kiemelten foglalkozunk, csak úgy, mint a várossal. Azt gondolom, hogy a mi magyar ügyeinket csak egy erős magyar érdekképviselet tudja intézni, rendezni. A tornyosi Tömörkény István általános iskolába több mint 200 tanuló jár, és csaknem egyedülálló módon kizárólag magyar nyelven folyik az oktatás. Ez az iskola, ahol most vagyunk, az elmúlt 4 évben minden évben fejlődni tudott. Hol ablakcsere, hol nyilászárócsere, hol taneszközök, hol ajtók cseréje. Folyamatos volt a fejlesztés és a fejlődés, és ma is több mint 200 diák jár ide, ami azt gondolom, hogy fantasztikus és nagyon jó. Zenta önkormányzatában újra polgármestert szeretnénk adni, azt gondolom, hogy ez természetes a magyarság lélekarányából is fakadóan. A Burány-sort tornyossal összekötő útszakasz felújítása a helyiek mellett az itt átutazók számára is kiemelt jelentőségű. Annak ellenére, hogy csak néhány 100 embert érint közvetlenül, közvetve sokkal több embert érint, mert itt ebben a háromszögben 3 községhez tartozó településekre ez a legrövidebb út. Éppen ezért a Vajdasági Magyar Szövetség a tartományi szerepvállásnak köszönhetően 90 millió dinárt biztosított ennek az útnak a felújítására. Mi nem azok vagyunk, akik ide vezényeltetik a gépeket, majd másnap már nincsenek itt a gépek, mi azok vagyunk, akik befejezzük azt, amit elkezdtünk. A Vajdasági Magyar Szövetségben azt gondoljuk és valljuk, hogy a kis települések lakói is megérdemlik, hogy emberhez méltó életet éljenek, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint.